A varázsló tanoncok egy 2-től 6 főig játszható kooperatív társasjáték, amelyben a játékosok varázsló tanoncokat alakítanak, akik az éjszaka folyamán titokban kiszöknek a varázslóiskolából, hogy meglátogassák az éjféli piacot. Céljuk, hogy erről a piacról visszajussanak a varázslóiskolába úgy, hogy ne kapja el őket az őrszellem. A doboz tartalmaz magyar játékszabályt, egy játéktáblát, egy varázslóiskolát lépcsővel, 18 falapkát, ezek közül 16-nak a túloldalán valamilyen fénylidérc van, 2-n viszont őrszellem látható. A doboz tartalmaz még 6 varázsló tanoncot 6 különböző színben, egy őrszellemet, 3 dobókockát, egy szellemórát, 3 kockabájolási jelzőt és 3 varázsitali jelzőt. Helyezzük a játéktáblát a játéktér közepére, a varázslóiskola lépcsővel kerüljön ide, a falapkákat lefordítva keverjük meg jól, majd minden mezőre kerüljön fel egy-egy közülük. Minden játékos választ magának egy varázsló tanoncot, és azt az éjféli piacra kell felhelyezni. Willy, az őrszellem, a neki kijelölt kezdőmezőre kerül, helyezzük a játéktér mellé a 3 dobókockát, és a játékosok választanak nehézségi szintet. Profi szinten egy kocka bűbájra és egy varázsitalra lesz szükség, a haladó szintnél 2-2, kezdő szinten pedig 3-3 ilyen jelölő áll a játékosok rendelkezésére. A legutóbb erdőben kiránduló játékos lesz a kezdőjátékos, ő megkapja ezt a szellemórát. Ez a játék végéig a kezdőjátékosnál marad, és jelentősége lesz a későbbiekben. Most minden játékos beleshet egy-egy falapka alá, és megnézheti, mi van azon. Például a játékos, aki ez alá néz be, ezt látja, egy másik játékos ezt, a harmadik, ezt, a negyedik, ezt, az ötödik, ezt, a hatodik pedig ezt. Az előző játékosok nem mutatják meg a többieknek, hogy mit láttak, csak megjegyzik őket és majd segítenek egymással a későbbiekben. Amennyiben viszont egy játékos őrszellemet fordít fel, nem mutatja a többieknek, és az őrszellem azonnal egyet előre lép. Minden játékos lefordítva visszahelyezi a falapkákat a játéktáblára, és kezdődhet a játék. A játék célja, hogy minden varázsló tanonc visszajusson a varázslóiskolába, anélkül, hogy bárkit elkapna az őrszellem. Ez egy kooperatív játék. Tehát a játékosok együttműködve segítik egymást, és a játék végén mindenki egy csapatként vagy nyer, vagy veszít. A játékot a kezdőjátékos kezdi, megfogja 3 kockát és dob velük. A dobókockákon vagy fénylidércek láthatók, vagy varázsital, vagy őrszellem. A fénylidércek bár a falapkák alatt bujkálnak, a varázslótanoncok segítségére vannak abban, hogy visszajussanak a varázslóiskolába. Az a játékos, aki dobott a kockákkal, először megpróbálja megtalálni a dobott fénylidérceket. Ilyenkor a játékosok segítenek egymásnak, tehát bár a játék előkészülete folyamán mindenki egy lapkát nézett meg, az információt megoszthatja másokkal, segíthet másokat. Ha a játékos olyan lapkát fordít fel, amilyen látható fénylidérc a kockákon is szerepel, akkor olyan lapkát fordíthat fel. Tegyük fel, a következőnek ezt fordítja fel, ilyen fénylidérc nincs itt, így meg kell álljon a körének vége. Ilyenkor annyit lépett előre a figurájával, amennyi jó találata volt abban a körben. Ennek a játékosnak egy jó találata volt, tehát ez alapján egyet léphet előre. Emellett pedig volt egy varázsitala, ezt pedig most felhasználhatja, előre léptethet egy figurát. Ilyenkor nem csak a saját figuráját léptetheti előre, hanem bármelyiket, így például a későbbiekben, ha van egy-egy lemaradó figura, azt ezzel segítheti. De most úgy dönt, hogy magát lépteti előre. A felfordított lapkákat vissza kell fordítani, és a játékostól balról ülő játékos kapja meg a kockákat, dob velük. A következő játékos egy denevért és egy macskát dobott, illetve egy őrszellemet, mivel senki sem emlékszik arra, hogy macskát vagy denevért látott volna, így ennek a játékosnak tippelnie kell, felfordítja ezt a lapkát, sajnos nincs olyan idész rajta, ami a dobókockákon is van, így a körének vége, sajnos nem léphet előre, ugyanakkor az őrszellem egyet előre lép a körének a végén a dobókocka miatt. A lapkát vissza kell fordítani, a következő játékoson a sor. Ő mondjuk ezt dobja, a csapat mind a háromra emlékszik. Itt volt a tűz, itt volt a csiga, és itt volt a süni. Így ez a játékos hármat lép előre. Visszafordítja a lapkákat, következő játékoson a sor. A pókra emlékszik a csapat, itt kell, hogy legyen. Viszont a denevér még mindig nincs meg, kockáztat. Sajnos nem talált, itt meg kell állnia, a körének vége, egyet léphet előre a pók miatt, illetve van egy varázsitala, amit bárkire elhasználhat, tegyük fel, arra játékosra érvényesíti, aki a fordulóban korábban nem tudott egyet sem lépni előre, így őt lépteti egyel előre. A lapkákat visszafordítja, következő játékoson a sor. A tűzre emlékszik mindenki, itt van. A várra nem emlékszik a csapat, de már egyre kevesebb olyan lapka van, amiről nem tudunk semmit. Így mondjuk ez a játékos úgy dönt, hogy ezt fordítja fel. Itt viszont őrszellem van. Ilyenkor a körnek azonnal vége, de a korábbi jó találatokat lehet érvényesíteni, tehát a tűzért ez a játékos lép egyet, a varázsital is érvényesíthető,
Tehát egy játékostársat vagy magát előreléptetheti, mondjuk úgy dönt, hogy őt lépteti előre, viszont a kör végén emiatt az ő szellem is egyen előrébb lép. Visszafordítjuk a lapkákat, a körsorrendben utolsó játékos következik, ő a kék, és ez egy elég kedvezőtlen eredmény a számára. Így úgy dönt, hogy elhasznál egy ilyen kockabájolást, ezt a játék dobozába visszahelyezi, majd kötelezően az összes kockával újra kell dobnia. Ez egy fokkal már jobban tetszik neki, hiszen tudja, hogy itt van a tűz, tudja, hogy itt van a süni, és bár a várra senki sem emlékszik, azt már lehet tudni, hogy ezen a két helyen őrszellem van. Így nincs olyan nagy kockázat abban, ha a következőt felfordítja, megvan a denevér, de ez nem jó neki, kettőt léphet előre. Visszafordítja a lapkákat, és a kezdőjátékoson van újra a sor. Minden alkalommal, amikor egy forduló véget ér, tehát minden játékos sorra került, és újra a kezdőjátékoson a sor, lépni kell az őrszellemmel. Mindig annyit kell lépni az őrszellemmel, amennyi nyilat az a mező mutat, amelyen aktuálisan áll, tehát itt egyet kell lépni előre. Amikor újra a kezdőjátékoson lesz a sor, és lépni kell vele, akkor itt már kettőt fog lépni előre, ezeken a mezőkön tartózkodva pedig már hármat fog mindig előre lépni a forduló elején. A játék tehát így folytatódik tovább, a játékosok megpróbálják kitalálni a dobott fénylidércek helyét, mivel a játék során egyre több információval rendelkeznek már, ez egyre könnyebb lesz, ugyanakkor a szellem is egyre gyorsabban fog haladni, amikor valaki nagyon balszerencsésen dob, a kockabájolások a segítségére lehetnek, viszont ha mind elfogy, akkor már nincs további lehetőség erre, illetve a bájtalok is bármikor felhasználhatók, a játékosok csapatként egyezenek meg abban, hogy mikor. Egy-egy ilyen jelölő felhasználásával bármelyik varázsló tanonc egyel előrébb léphet. Tehát könnyű játékmód esetén a játék folyamán 3 újradobásra van lehetőség, illetve 3 plusz mozgatásra. Összefoglalva tehát a játékosok körében dob a 3 kockával, alapvetően a fénylidérceket keresi, ez csak addig teheti meg, amíg megfelelő lapkát fordít fel, amint hibásat fordít fel, tehát olyan lapkát, amin olyan fénylidérc szerepel, amit egyik kocka sem mutat, a körének vége. Akárhogy is ér véget egy kör, mindig lehet érvényesíteni a helyesen felfordított lidérc lapkákat, és a kör végén mindig lehet érvényesíteni a dobott bájital oldalt, illetve kötelező érvényesíteni az őrszellem oldalt. A lapkák felfordításánál pedig azonnal véget ér a kör, amikor egy őrszellem kerül felfedésre. A helyes felfordítások ilyenkor is érvényesíthetők, de az őrszellem előrébb mozog. Amikor az iskolába lopózunk be, akkor különösen csöndesnek kell lennünk, így az a játékos, aki már egy lépcsőn tartózkodik, nem kaphat a többiektől segítséget. Tehát magának kell emlékeznie már innentől kezdve arra, hogy melyik lapka alatt milyen lidérc található. A kör egyébként ugyanúgy zajlik, mint eddig, de az iskolában már igazán csendesen kell belopózni, hogy ne vegyenek észre bennünket, így a többi játékos nem segíthet nekünk. Ha valaki bejut a varázslóiskolába, ott az őrszellem már nem tudja elkapni. Amikor egy iskolában lévő játékos kerül sorra, már nem dob a kockákkal, tehát rögtön a következő játékoson a sor, ugyanakkor az a játékos, aki az iskolába bekerül, segíthet a még erdőben bolyongó játékostársainak. A játék kétféleképpen érhet véget. Ha az összes varázslótanonc bejut az iskolába, akkor a játékosok egy csapatként nyertek. Amikor viszont a játék folyamán bármikor az őrszellem vagy rálép, vagy túlhalad egy olyan mezőn, amelyen varázslótanonc van, akkor a társaság lebukott, és egy csapatként veszítettek. A varázslótanoncok egy remek hangulatú, kooperatív memóriajáték. A játszmák igazán kiélezettek szoktak lenni, de az igazán rutinosok emelhetnek a nehézségi szinten, kevesebb jelölő használatával. A varázslótanoncok kiváló szórakozási lehetőséget nyújt olyan gyerekeknek, családoknak, akik a versengéssel szemben inkább az együttműködést részesítik előnyben.